Nagyot nyertek a kormánypártok a Tolna vármegyei közgyűlés választásán, hiszen a megszerezhető 15 mandátum volt 11 az övék lesz. Az eredményt Orbán Attila értékelte. Azt mondta, ez egy történelmi siker. Ilyen magasan még soha nem nyertük ezt a megyei választást, és nagyon köszönjük annak a 47.390 embernek, aki elment és ránk szavazott megyeszerte a vármegye 109 településén. A közgyűlés feladata áttekinteni a vármegye településein szükséges fejlesztéseket, és megvizsgálni, hogy hogyan tudnak eleget tenni ezeknek az igényeknek. A kormánypártok nem csak Tolnában, hanem minden vármegyében első helyen végeztek a helyi közgyűlések választásán. Hoztuk ugyanazt, amit 5 évvel ezelőtt. 2019-ben is minden vármegyében a Pidesz kdmp nyert, és tudott többséget alkotni a közgyűlésekben. Nagyon örülünk, hogy ez több vármegyében még bővült, mint a mi esetünkben is, és hát most új erővel, új lendülettel folytatjuk azt a munkát, amit elkezdtünk, és amit már sok éve folytatunk Tolna vármegyében. A ciklusok elején fontos ellátogatni a településekre, megbeszélni a helyi állapotokat, a fejlesztési lehetőségeket. Tolnában a Mi Hazánk mozgalom szerezte a második legtöbb mandátumot, hasonlóan az ország több más részéhez. Az alelnök szerint ez a jobboldali közösség erősségét mutatja. Ez azt jelenti, hogy Tolna vármegyében a jobboldali közösség nagyon erős. A megyének a terület és település fejlesztésen túl van egy önként vállalt feladata is, ez pedig a közösségszervezés és a közösségek erősítése. És azt látjuk, hogy ennek a közösség fejlesztő munkának is köszönhető az, hogy itt nagyon erős jobboldali közösségek vannak, nagyon jó az egyházakkal való együttműködésünk, akár az egyházak támogatása, de ugyanígy sport és egyéb civil szervezetekkel való együttműködés. Itt például a hagyományőrzőkre mindig nagyon nagy figyelmet fordítunk. A listás választáson indult, de nem szerzett mandátumot a változást akarók nemzedéke közilleti egyesület, az LMP és az MSP sem.